Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon, és itt vagyunk a Perfect Genetics kihívás következő részével, és nézzétek meg, milyen szép a házunk, hát ez valami eszméletlen, és odafigyeljetek! Na mi az ott? Még egy ház? De jó! Kaptunk egy szomszédot. Igen, lett egy szomszédunk, ez itten. És hát pontosabban ez itten, ő az új szomszédunk. Ő itt egy nagyon helyes srác. Az ő neve Alice Pratt, csak most nem látszik, de amúgy a neve Alice Pratt. És mint láthatjátok, nem tudom, hogy mennyire ismerős nektek ez a ház, de ez itt a Barbie kihívásomból Kennek a háza. Hupszi. Na mindegy. Itt lakik ez a srác, Alice, és ugye az előző részben szakítottunk Magnus-szel, mert megtudtuk, illetve Rain megtudta, hogy megcsal minket, és hogy felesége van. Úgyhogy arra gondoltam, hogy úgy menjen tovább a sztori, hogy, hogy hát lett egy új szomszédunk, megismerkedtünk vele, és hát majd lesz, ami lesz. Ki tudja még, ugye? És amit még akartam volna csinálni így a rész elején, csak teljesen elfelejtettem, azt az egyik kötök írta, és nagyon-nagyon jó meglátás volt, és köszönöm szépen, hogy megírtad nekem, mert nem vettem volna észre. Az pedig az, hogy hát Rain... Algorizmin Kira! Mi ez a hang? Tehát Rain alien alakját nála hajott. Én hülye. Csak a pizsamájánál állítottam át. És így megint nem fog működni. Úgyhogy most átállítom egy tök mindegy erre a hajra, teljesen mindegy itt a haját, és akkor most így remélem mindenhol ugyanaz a haja, ugyanúgy lila minden, ahol itt is átállítom. Biztos, ami biztos nem érdekel, melyik volt ez a haj. Egyáltalán megtalálom-e valaha? Nem valószínű, hogy meg fogom találni. Nem találom meg. Na mindegy, akkor itt ilyen lesz, de az a lényeg, hogy lila legyen. Igen, mindenhol máshol lila. Jó, és itt is mindenhol máshol lila, és talán majd így működni fog a dolog, amit akarok csinálni. Igen. Jó. Oké. Na most már jó lesz. Szóval kezdjük is a mai részt. Hogy vannak a gyerekeink? Hát nem túl jól. De most megy aludni Audrey, és Sophie is megy, nem, ő csak pihen, ő is aludjon. Rain pedig egészen jól van most jelenleg ebben a szent percben, a kutyusok is jól vannak. Úgyhogy hát rögtön úgy kezdjük ezt a részt, hogy alszunk egy jót. vagyis nem, mert elmegyünk munkába. Na, szed, mert összetörték a szívét. Igen. Igen, igen. Hát, de tehát ez van sajnos. Ő nem volt az igazi. Nem. Én azt hittem, ő is azt hittem, mindenki azt hitte, de nem, ő nem volt az igazi. Na, a gyerekek hamarosan hazérnek az iskolából. Axelnek még 5 napja van, Daisynek pedig 12. Úgyhogy nem mostanában lesz, hogy felnőnek ő a gyerekek. De nem is annyira nagy baj. Hazértek az iskolából, és akkor rögtön Axel menjen is aludni, és Daisy is menjen aludni, igen, Daisy a neve. És Rain még nem mostanában fog hazérni. Egyébként még nem találtam ki, hogy ismerkedjenek meg, lehet, hogy csak simán Rain-t átküldöm hozzá ilyen welcome vagonként, bár elég fura, hogy itt nincsen ajtó. Hát jó, megesik, de cserébe van itt ajtó, úgyhogy igazából lehet közlekedni. Csak itt nincs. Na mindegy. Nem baj. Nem baj. Jó. Viszont Rain, amikor hazaér, akkor nagyon-nagyon álmos lesz, ahogy a többi gyerek is. Úgyhogy mindegyik menjen aludni, és majd jövök, amikor felkeltek. Tudjátok, mint nem értek, hogy a francba van nekünk 69 ezer szimoleonunk. Tehát fogalmam sincs, hogy ez hogyan lehetséges. Remélem van valami kaja. Van. Jó, tudnak a picik enni. Te is tudsz enni. Ne kezd fel a bátyádat, légy szíves. És te is keljél inkább fel, és menjél enni.
És meg kell majd őket fürdetni. Szerintem a kutyák is félnek ettől a nagy zuhitól. Úgyhogy valószínűleg azért vannak ilyen szarul. Meg hát Rént lassan fel kéne kelteni, és hogy felkeltem. És mindegyik kutya kajásat, tálat feltöltöm. Kéne csinálnunk valami kaját, mondjuk csináljunk, mit csináljunk, mac and cheese-t, az jó lesz. És Rénnek nem ártan egyébként fogynia, de nem hiszem, hogy most én ezzel foglalkozni fogok, hogy most lefogy vagy sem. Igazából itt elférne egy jóga szőnyeg, de igazából nem, annyira nem érdekel. Ezt töröljük föl. És majd miután Rén készen van a kajával, menjünk. Ó, hát ez csodás. Hát csak 200 szimone van, az nem is olyan sok. Ezek a gyere... Jó. Szóval akkor először meg kéne fürdetnünk a Audrey-t. Úgyhogy, hát most Rén eszik, aztán... Ezt ki kéne tisztítanunk. Föntre se ártana egyébként egy fürdőszoba, mert ez lassan nem lesz nekik elég. És akkor Audrey-t fürdessük meg először, ki fent van, és utána meg majd... egyébként választhatnánk esernyőt a többi gyereknek is, hogy azért legyen nekik esernyőjük. Neki, hát ilyen ilyet mondjuk, ez aranyos. És te neked is enned kéne, Axel, nem is értem, hogy miért nem eszel magadtól. Oké, Rénnek most el kell menni a WC-re, rendben. De legalább az egyik gyerek megvan. Vagy nem. Hol van a Billy? Hova raktam a Billy-t? Ezt így elvesztettem. Itt is, itt van egy Billy. De sajnos ő nem tud egyedül bilizni, úgyhogy nem baj. De már használja is a pelusát, úgyhogy igazából mindegy. És Sophie-t kéne most megfürdetnünk. Give bath, Sophie. És utána Sophie el is mehet majd aludni. Mint mondom, give bath, Sophie. És utána Rénnek kéne zuhanyoznia, és elég jelent van a szórakozás, de most biztos, hogy nem fog tudni szórakozni. A gyerekeknek pedig meg kéne csinálniuk a házit, mert igazából annyira nem érdekel, hogy most ők jó tanulók legyenek. Miért nem tudunk oda bemenni? Mi van? Törölközők mi a? Franc se tudja. Ezt igen, egész ideig nem tudták használni. Akkor viszont Rén ide jöjjön zuhanyozni, és aztán menjen aludni. És te kisanyám, te még mindig éhes vagy, de jó van, menjél akkor. Nem érdekel, Axel. Csináld meg te is a házidat. Itt vannak a kis méhecskéink. De most velük se érünk rá foglalkozni, úgyhogy hát ez borzalmas. Jé, van mézünk. Elég szar állapotú, de van mézünk. Oké, sajnos úgy döntöttem, hogy csalok egy kicsit, és mindegyik őjüknek felvittem a szükségleteiket. Hát ez van. Nem baj. És veled Mizu van. Jaj, kis öreg kutyulim-mutyulim. Apply meat treatment. Vagy might. Apply-oljuk. Nem tudom, hogy az milyen. Change bond with bees. Jaj, milyen kis mesés. A mély királynő körülbelül, nem? Jó van. Na, szerintem menjünk át megismerkedni. Vagy ne? Nem tudom. A növénykénkkel is foglalkozzunk már egy kicsikét. Spray for bugs. Csak egy egészen picit, igazából nem akarom annyira túlzásba vinni a gondoskodást. Nem kell meglocsolni őket? Nem. Sell all trash fruit. Adjuk el őket. Szerintem ez jó lesz. Kaptunk egy szimoleont. Mi ez? Stung. Ouch. Megcsípték, azt hiszem. Bár nem biztos. Na, menjünk át a szomszédhoz, és mutatkozzunk be neki.
hogy hellóka, mert azért nem kéne vesztegetni az időt, mert Rain is hamarosan egyébként felnőtt lesz, tehát nem idős, csak felnőtt. És szeretném egyébként, hogyha ez a kedves úriember velünk élne, szóval szeretném, hogyha az ők kapcsolatuk hivatalos lenne, és nem csak annyi, hogy néha így összejárkálnak és csinálnak 4-5 gyereket. Úgyhogy, hát ezen tudunk kopogni, úgyhogy kopogjunk ezen az ajtón. Oké. Hello. Van itthon valaki? Ott van. Szia, Alice. Friendly. Ó, mint valami, nem tudom, mint valami meghallgatás, vagy valami nem tudom micsoda. De nézzétek, hogy milyen kis aranyos. Tiszta, helyes. Nem? De. Na. És ő csak játszik és játszik. Jó van. Escobar-ot Carrier. Akkor mi legyen még. Ismerkedjünk vele Brighton Day. Brighton Day. Talk about cooking. Talk about bestsellers. Spots. Vagy mi volt a speech story idea. Give parenting tips. Ask about favorite author. Reméljük, hogy mi vagyunk azok. Kedvenc írója. És ennyi. Ennyit tudunk egyelőre csinálni vele. Miért vannak itt a gyerekek? Hát, ti miért vagytok itt? Ezek miért jöttek velünk? Jaj, nem ezt akartam. Menjél iskolába. Öcsém. Követnek ezek engem mindenhova. Oké. Jaj. Ott volt egy Discuss Interests. Azt az interakciót azt szeretem. De most nem látom sehol. Itt van. Oké, egész jól állunk. Térjünk rá a lényegre. Na mit szóltok? Mi lenne, hogyha ez egy ilyen egyészakás kalandnak indulna, aztán kiderülne, hogy Rain terhes is kötelességének érezni azt, hogy felnevelje ezt a gyereket, és ráadásul még szereti is Rain-t, csak nem tudom, tök jó lenne egy ilyen sztori, nem? Legyen az, ez a sztori akkor. Ez szerintem tök cuki. Mi ez a nagy has egyébként? Na várjunk egy kicsit. Mi ez a nagy has? Ez csak ugye, csak az, hogy duci vagy, ugye? Igen, csak az, hogy duci. Pillanatra megtévesztett. Hogy esetleg van ott valami más is, de csak a ruci előnytelen rajta. Oké, még nem kérdezzük meg, hogy legyen a barátunk, vagy hogy a barátunk lesz-e, hanem egyelőre csak lefekszünk. Aztán az úgy jó lesz. Oké, akkor szerintem köszönjünk el egy csókkal tőle, és menjünk haza. Köszönjük, kedves új szomszéd! Nagyon ari voltál! Na, menjünk haza, gyerünk! El kéne írnem a logikának az 5-ös szintjét. Tök jó lenne ezzel egy kicsit dolgozni, hogy azért foglalkozzunk valamit az állásával. Oké, akkor a logikát fejlesszük már egy kicsit. A gyerekek hát egész tűrhetően vannak. Azt hiszem az egyikük independent, nem, egyikük sem, oké. Akkor csak játszunk a babaházzal, te meg játszál ezzel. Hoppá, nem akarok segítséget kérni. Shapes. Jó, és akkor mennyi időnk van? Egy nap, te jó ég, hát többre gondoltam, vagy számítottam. Audrieknak 4. Jó lesz az. Oké, és el is ért, nem értük el a következő szintet, akkor valamelyik gyerek érte el a következő szintet. Oké, a gyerekek hazértek az iskolából, és egészen jól vannak. Úgyhogy lehet csinálni a házi feladatot. És Rain pedig használja a WC-t, és főzünk valamit, mondjuk chilit.
Viszont sajnos az időnk lejárt, mert most limitált időm volt erre a részre. Tudom, hogy nem történt túl sok minden, és nem volt túlságosan hosszú, viszont eseménydús volt, ez biztos. remélem, hogy tetszett nektek azért mégiscsak ez a videó, és higgyétek el, a következő rész hosszabb lesz. Ígérem, hogy hosszabb lesz. Jaj, úristen. Várjunk, ezt gyorsan még megjavítjuk. Oké, szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!